Baráti készfogás is járt az adományozó oklevél mellé, nem akármilyen segítséget ajánlott fel Zsiko Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke és a Polgárőrszövetség a Szekszárdi Kórháznak. Az intézmény fontos védőfelszerelésekhez jutott hozzá. 15 ezer darab FFP3-as maszkot adományozunk, és további 1000 darab ilyen műanyag védőszemüveget fogunk még felajánlani, úgyhogy köszönet a belügyminisztériumnak, köszönet az Országos Polgárszövetségnek. 2021-ben és 2022-ben a polgárőrök is részt vettek a járvány elleni védekezésben. Mások mellett embereket szállítottak saját járművekkel az oltópontokra. Széles János, a Vármegyei Szövetség elnöke azt mondja, akkor szembesültek azzal, hogy mekkora szükség van ezekre a védőeszközökre. Ezért nem volt kérdés, hogy amint lehetőségük lesz, támogatják az egészségügyet. Azt gondolom, hogy sajnálatos módon most bejött ez az influenza vírus, és kellő időben, kellő mennyiségben tudtuk a megyei kórházba eljutatni 15 ezer darab védőfelszerelést, és azt gondolom, hogy elég modern FFP3-as, szeretném hangsúlyozni, egy ötrétegű FFP3-as védőmaszkkal támogattuk az egészségügyben dolgozókat, illetve hát a betegeket. A védőfelszereléseket már meg is kapták a kórház dolgozói, így azokat ők és a betegek is napi szinten használhatják.